Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, mai szentmisét a Bohus család élő és elhunyt tagjaiért ajánlom föl. Most tartsunk bűnbánatot, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt ezen a szentmisén. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk! Mindenható örökisten, segíts úgy ünnepelnünk Urunk szenvedésének szent titkát, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Profétája által megváltunk nevében így szól az Úr. Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt meg még születtem. Anyám ölétől fogva nevemen szólított. Számot éles karthoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékával oltalmazott engem. Mint a hegyes nyíl olyanná tett, és tegzébe rejtett. És így szólt hozzám, szolgám vagy Izrael, benned fogok megdicsőülni. De én azt mondtam, hiába fáradtam, haszontalanul tékozoltam erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és jutalmam Istennél. És most ezt mondja az Úr. Aki anyám méhétől fogva a szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem. Így dicsővé lettem az Úr szemében, és Istenem lett az erőm. És mondotta az Úr. Kevés az, hogy szolgám légy, és fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje. Anyám méhétől te
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból kijelentette: Bizony-bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem. Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra néztek, mert nem tudták, kiről mondta ezt. A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora alatt Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki: kérdezd meg, kiről beszél. Ő Jézushoz fordult és megkérdezte: Uram, ki az? Jézus így felelt: az, akinek a bemártott falatot adom. Ezzel bemártotta a falatot a tálba, és Karióti Júdásnak, Simon fiának nyújtotta. A falat után mindjárt belészállt a sátán. Jézus ennyit mondott neki: amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb. Az asztalnál ülők közül senki sem értette, miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt hitték, hogy mivel Júdásnál volt a pénz, Jézus megbízta: vedd meg, amire szükségünk lesz az ünnepen. Mások pedig azt gondolták, hogy adjon valamit a szegényeknek. Miután Júdás átvette a falatot, azonnal kiment, éjszaka volt. Júdás távozása után Jézus ezeket mondta: most dicsőült meg az emberfia, és az Isten is megdicsőült benne. Ha pedig az Isten megdicsőült benne, az Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában, sőt, hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is megmondom, ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre Simon Péter megkérdezte: Uram, hová mégy? Jézus így válaszolt: ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Péter azonban erősködött: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet is odaadom érted. Jézus ezt felelte neki: életedet adod értem? Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Jézust követni akarja Péter, és a többi tanítvány is vele szeretne menni, és Jézus azt mondja nekik, hogy ahova én megyek, oda ti most nem jöhettek velem. Vajon hova megy Jézus? Nem a halálba, hanem az isteni szeretet tüzébe megy bele. Az ő egész élete az atya iránti, az atyával való kapcsolatról szól, és ennek a kapcsolatnak el kell jutnia a teljesség fokáig. Jézus az életét adja az atyáért. Itt nem annyira a meghalásról van szó, hanem arról, hogy kész az életét adni az atyáért. Mert az atya is így szereti őt, és ő is így szereti az atyát. És ezt a szeretetet itt Jézus megéli. Életté válik ez a szeretet az atya iránt. És a szeretetnek ebbe a tüzébe, mondja Jézus, hogy ide nem tudsz utánam jönni, Péter. Miért? Mert ő a Péter, és ő még erre nincs készen, de bezzeg én vagy te már igen? Nem, egyikünk sem. Mert úgy szeretni, mint Isten, nem tud senki, csak Isten. De azt mondja Jézus neki, hogy majd követni fogsz engem később. Mikor fogja követni Péter? Amikor már megkapta a Szent Lelket. Szent Lélekkel áthatva már képes lesz a szeretetnek ebbe a tüzébe, az önátadás tüzébe fölmenni erre a hegy csúcsára. A Golgota csúcsa az önátadás, az önátadó szeretet helye és a tüze. Ide egyelőre csak Jézus tud fölmenni. De követni fogja őt Péter, és követheti őt mindenki,
aki már megkapta a Szent Lelket. És éppen ezért a Krisztus követés az tulajdonképpen nem is annyira az erény gyakorlásáról szól, hogy erény gyakorlatokról, hanem a Szentlélek befogadásáról. Az egész keresztény életünk a Szentlélek befogadásáról szól. Hogy befogadjam és teljességgel befogadjam Isten Szent Lelkét. Az erény gyakorlás, ez tulajdonképpen az is Szentlélek befogadásra irányul. Azért gyakoroljuk az erényeket, azért próbálgatjuk, hogy a Szentlélek, akit már megkaptam, próbálok általa élni. És a régi berögzött rossz szokásaimmal ellentétben próbálom azt gyakorolni, ami a lélekből fakad. Tehát nem arról van szó, hogy gyakoroljuk az erényeket, és olyan jóvá válunk a végén, hogy az Isten azt mondja, hogy na hát most már megadom neked a Szent Lelket is. Vagy most már adok neked egy mennyországot, és jöhetsz. Mert olyan ügyes voltál, és olyan jól begyakoroltad a jót, és önerőből is most már úgy tudsz csinálni, mint én. Nem. Hanem Isten adja nekünk a Szent Lelkét. És a gyakorlás az éppen azt szolgálja, hogy az a képesség, hogy én a lélek által éljek, ezt gyakorlom tulajdonképpen az erény gyakorlatokkal. Mindig van lehetőségünk arra, hogy erre az útra lépjünk. Két apostolt láttunk, az egyik Péter, akinek megmondja Jézus, hogy még nem tudsz követni engem, magadtól nem tudsz, de majd fogsz a Szent Lélek által. És ott van Júdás, aki viszont elmegy és elárulja Jézust. És nem ez a legnagyobb tragédia az egészben, hanem az, hogy utána nem bánja meg úgy, hogy visszatérne Jézushoz. Mint ahogy Péter megbánta a hűtlenségét, Jézus megtagadását, Júdás nem bánta meg ezt a tettét, nem reménykedett abban, hogy számára még van bocsánat. És ez okozta az ő végső veszélyt, ez tette fel a pontot az íre. Testvéreim, mindig van lehetőség Istenhez visszatérni, mindig van lehetőség arra, hogy megnyíljunk a Szent Lélekre, és hogy a lélek általi életet válasszuk újra és újra. Ebben segít bennünket Isten a szentségek által, ezért amikor gyónunk, amikor áldozunk, amikor szentségekhez járulunk, akkor Isten kegyelmét kapjuk meg ahhoz, hogy lélek által éljünk. Szükséges az is, hogy közben gyakorlatozzunk is, tehát hogy gyakoroljuk ezt a lélek által való életet. Éppen úgy, mint amikor valaki egy súlyos betegség után meggyógyul, és akkor lábra állítják, és akkor tulajdonképpen azt mondja az orvos, hogy maga egészséges, maga már tud mindent csinálni. Szépen próbálgassa, kezdjen el járni, mozogni, minden rendben van. Ne gondolja azt, hogy maga nem tud járni, nem tud előrehajolni. Működik minden szerve, csak kezdje el gyakorolni. És ez az erénygyakorlás, erre is szükség van, hogy a berosdásodott lelkünket megmozgassuk a lélek által. Amen. Testvéreim, mennyei atyánk egyszülött fiát adta oda, hogy benne életet nyerjünk. Könyörgéseinkben fejezzük ki hálánkat Krisztus megváltó haláláért és föltámadásáért. Mert Szent Fiad választott néped egyházat pásztorává és vezérévé tetted, hallgass meg hálánkat, Urunk! Mert megváltunk a kereszt dicsősége által a nemzetek világossága lett, hallgasd meg hálánkat, Urunk! Mert bár Jézus elment a világból, mi mindnyájan követhetjük őt, hallgasd meg hálánkat, Urunk! Mert meghívtál bennünket fiat követésére, és életünket áldozhatjuk neki, hallgasd meg hálánkat, Urunk! Mert meghalt testvéreinket Krisztus érdeméért befogadod a dicsőségedbe, hallgasd meg hálánkat, Urunk! Mindenható Istenünk, te Szent Fiadat áldozati bárányként adtad keresztre a világ bűnéért. Engedd, hogy dicsőíthessük fiat keresztjét most és mindörökkön örökké.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogad szívesen családod adományait, és akiket kegyelmi ajándékodban részesítesz, vezesd el őket a teljesen. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Már közüdvözítőnk szenvedésének és dicsőséges föltámadásának napjai, mert ekkor győzi le az ősi ellenség gőgét, és újra átéljük megváltásunk szent titkát. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg a Bohus családi elhunyt tagjairól és élő tagjairól. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akinek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj föl választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható Atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hitjelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán fölbátorodva így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten bárányom, elveszed a világ bűnei,
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, írvad az ég. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram! Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Könyörögjünk! Üdvösségszerző ajándékoddal tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, tegyed bennünket az örök élet részesévé ez a szentség, amely a rendelésed szerint a földi életben táplálkozunk Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja. Könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, miközben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Please.